Békés Csaba hazavár, három fiatal Békés Csabai életkezdését támogatja a város. A Kutyáké volt a főszerep a hétvégén, 23. alkalommal rendezték meg az Agility Kupát Gyulán. Kikapott a BRS-e, a csabai csapat a bronzéremért szárhat harcba. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Feloldották az országos tűzgyújtási tilalmat hétfőn, jelentette be a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A NÉBIH azonban óvatosságra int, jelezve, hogy Magyarországon az erdőtüzek 99%-át emberi mulasztás okozza. A tűzgyújtási tilalom visszavonása után is csak a kijelölt és kiépített tűzrakóhelyen szabad tüzet rakni erdőterületen, szélcsendes időszakban úgy, hogy a környezetre veszélyt ne jelentsen. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás után pedig gondoskodni kell a biztonságos eloltásáról. A tűz őrzéséről és eloltásáról, valamint a tűzvédelmi szabályok betartásáról a tűzgyújtója minden esetben köteles gondoskodni. Újabb három helyi fiatalt karolt fel a város. A Békés Csaba Hazavár program még 2015-ben indult, melynek részeként az önkormányzat a fiatalokat támogatja a tanulásban és az életkezdésben. Az erről szóló szerződéseket pénteken délután írták alá a Városháza Mokos termében. A Békés Csaba Hazavár programnak két eleme van. Az egyik az ösztöndíj szerződés, amely 40 ezer forintos támogatást nyújt a sikeresen pályázó hallgató tanulmányaihoz. Ennek egyik nyertese Puja Judit, aki a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar 5. éves általános orvosszakos hallgatója. Most vagyok 5. éves, jövőre fogok végezni. A jövő évem a szigorló év, tehát az annyiból áll, hogy különféle gyakorlataim vannak, csak gyakorlataim vannak, amiből mindent itt szeretnék Békés Csabán végezni, és illetve a diploma után a Békés Megyei Központi Kórházba szeretnék elhelyezkedni a radiológia osztályon. A program másik eleme pedig az életkezdési támogatás, amely 300 ezer forintos segítséget jelent egy olyan diplomás fiatalnak, aki Békés Csabán telepedett le és helyezkedett el valamely hiány szakmában. Ebben a kiírásban Zsilák Urbán Petra és Várai Viktor részesült ilyen támogatásban. A Békés Csabai fiatalember tanulmányai befejeztével építési műszaki ügyintéző munkakörben helyezkedett el még 2016-ban. Elindítottam az utamat, ez ugye segítséggel fog lenni, és Békés Csabán fogom a jövőm is eltervezni az idő, a jövőmet. Mérnökként, ugye építőmérnökként, és szeretném végén ugye tervezőmérnökként végezni. Ehhez még jó pár év kell, ugye még fiatal vagyok, de állok elébe. A Békés Csaba Hazavár program még 2015-ben indult. Azóta számos fiatalnak nyújtott segítséget a pályázat két eleme. Számolt be Békés Csaba polgármestere, aki sikeresnek minősítette a kezdeményezést. Az ösztöndíj szerződés, amelyet olyan fiatalokkal kötünk meg, akik egyetemi tanulmányainak utolsó két évére ösztöndíj támogatást szeretne kérni. Eddig 19 fiatallal kötöttünk ösztöndíj szerződést, és közülük már nagyon sokan azóta munkába is álltak a diplomájuknak megfelelően Békés Csabán. A másik elem pedig az életkezdési támogatás, amikor egyszeri 300 ezer forintos támogatást adunk. Bíró Csaba arról tájékoztatott, hogy évente két alkalommal írják ki a pályázatot. A döntésnél figyelembe veszik a város érdekeit és a gazdaság által generált impulzusokat. Mindig azt mondom, hogy a rendelkezésre álló forrásunkból a lehető maximumot kellene kihozni. Aki megfelel a jogszabály előírásoknak, megfelel a rendelet szabályozásának, azt mindenkit úgy gondolom, hogy egyféleképpen tudunk támogatni, és mi próbálunk mindenkinek odaadni. A Kiós Bizottság elnöke hangsúlyozta, a 4 évvel ezelőtti kiírás valamelyest módosult már, hogy lehetőség szerint a hiány szakmákban elhelyezkedők részesüljenek a támogatásban. Bora Imre és Barabás Attila közös ötlete alapján másfél éve született meg a Kárpát-medencei Nemzeti Összetartozás pálinkája. A jubileumi 20. gyulai pálinka fesztiválon a felajánlott pálinkák összeöntésének ceremóniáját az Almási Kastély Látogató Központ kápolnájában tartották meg péntek délután,
a fesztivál hivatalos megnyitója előtt. Mivel minden magyar családban van pálinka, ezért gondolták azt, hogy ez az ital jelképezheti a nemzeti összetartozást, mondta el Bora Imre fesztiváligazgató az eseményen. Ma, amikor talán nincs pontosabb annál, hogy hirdessük a nemzeti összetartozásunkat, mi is teszünk ezért. Örömteli, hogy ilyen hihetetlen méreteket öltött ez a kezdeményezés. Erről már a magyar pálinka lovagrend nagymestere beszélt. Mi pálinka és pálat előállítók versengünk egymással, nem kicsit, nagyon. Ez a verseny azért jó, mert fejlődésre inspirál bennünket. A Magyar Országgyűlés alelnöke Jakab István szerint csodálatos érzés elkészíteni a magyarok kenyere után a nemzeti összetartozás pálinkáját is. Mi erősít bennünket, hogy itt a Kárpát-medencében mi együtt vagyunk, az a 15 millió magyar, együtt van, és ez az összetartozás maradt. És ez a pálinka szolgálja, tegyük meg is mindenkinek az egészséget. Fontos az, hogy legyenek olyan identitásképző termékeink, amelyek bennünket, magyarokat jelképeznek, fogalmazott az agrárminiszter. Mint mondta, elengedhetetlen, hogy a különböző pálinkákat minél szélesebb körben megismertessék a világgal. Ebben segít a Gyulai Pálinka Fesztivál is. Az elmúlt 20 esztendőben egy olyan minőségi változáson, minőségi javuláson ment át maga a pálinka. Újra prémium termékké vált, kiváló minőségű lett, és azt kell mondjam, hogy divatba jött, és világhíres lett. Nagy István hozzátette, tavaly 30%-kal emelkedett az értékesítések száma, így érzékelhető, hogy a pálinka komoly gazdasági jelentőséggel bír. Az első alkalommal 2018-ban 15 féle barackpálinkából készült el az ital. Idén már nem csupán főzdék, hanem bérfőzetők is felajánlották saját szilva pálinkájukat. A hivatalos köszöntőket követően összeöntötték a Kárpát-medence területéről felajánlott pálinkákat. Majd dr. Nagy István és Bora Imre összekeverte a nemzeti összetartozás italát, amit dr. Kisrigó László megyés püspök áldott meg. Áldja meg ezt a pálinkát, áldjon meg mindannyiunkat, hogy erősödjünk hagyományaink tiszteletében, gazdagodjunk közös értékeinkben, így egymást gazdagítva egy szebb jövőt építhessünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A rendezvény zárásaként palackozták a Kárpát-medencei Nemzeti Összetartozás pálinkáját. Sonkát, kenyeret és csoki nyuszit kaptak hétfőn a rászorulók Békés Csabán. Szarvas Péter polgármester a hagyományokhoz szíven idén is fontosnak tartotta, hogy a nehezebb körülmények között élőket saját jövedelméből támogassa. Kis Ilona is azok közé tartozik, akiknek a városvezető személyesen adta át a húsvéti élelmiszercsomagot. Örömömre megérkezett a levél, és rajta volt, hogy sonka. A nyuszi tojást azt már elhagytam volna, mert már pont 60 éves vagyok, de az, hogy sonkát kapunk húsvétkor, és sonka kerüljön az asztalra, az nem mindenkinél van. És nagyon szépen köszönjük. Békés Csaba polgármestere saját jövedelméből ezúttal 90 nehezebb helyzetben élő család húsvéti ünnepéhez járult hozzá adományával. Én úgy gondolom, hogy sok Csabai mellett nekem is polgármesterként kötelességem, erkölcsi kötelességem, hogy időnként adományozzak. Ennek tettem eleget most is, látva azokat, akik eljöttek az élelmiszer adományért, úgy gondolom ez fontos lépés. Mindenki örült annak, hogy húsvétkor az asztalra húsvéti sonka kerül, puha kenyér és csoki nyuszi is lesz. Békés Csaba önkormányzata további adományokkal segíti a szerényebb körülmények között élőket. Szerdán 300 rászoruló családnak osztanak húsvéti élelmiszercsomagot. Borkóstolóval egybekötött múzeumlátogatást rendezett a Munkácsi Mihály Múzeum és a Borháló Borkereskedés. A hagyományteremtő szándékkal szervezett első múzeumi csámborgás a múzeum és a borok kedvelőinek kínált kikapcsolódást.
A borkereskedés egyik alapítója kiemelte, fontosnak tartják, hogy részévé váljanak a város kulturális életének. Katona Krisztián elmondta, több olyan rendezvényük is volt már, amelyre borkóstolóval készültek. Mi is szervezünk kulturális eseményeket, összekötjük a zenét, a képzőművészetet, jelen esetben ugye a festészetet, és a borkóstolást, a bor pedig összehozza az itt jelenlévő embereket, és így szerintem egy maradandó élménnyel gazdagodnak mi is, ők is, és így van értelme nekünk is dolgozni, hogy közben jól érezzük magunkat, úgyhogy ezt próbáljuk meg. A kereskedés 15 borászat 80 féle italával készült az eseményre. A Munkácsi Mihály Múzeumtól megszokhattuk, hogy ilyen különleges programokat nyújt a nagy közönség számára. Én azt hiszem, hogy ez is egy különleges program. Több mint 15 borászat bemutatja a termékeit, és emellett nem csak bort lehet itt kóstolni a múzeumban, hanem kulturális élménnyel is szolgálunk, mert 3 kiállítást meg lehet tekinteni. Az első múzeumi csámborgáson a látogatók a Mértankapszulák és a Petőfi Anzix című kiállítást, valamint az Andy Warhol műveit bemutató tárlatot is megtekinthették. Hétvégén tartották a 23. Medivídi Agiliti Kupát és 14. Paralegiti Kupát Gyulán a Prohászka Zsolt városi sportcsarnokban. Az országos és nemzetközi kutyás ügyességi versenyre Japánból és Ausztriából is érkeztek sportolók. Idén 101-en vettek részt a kupán, 97 ép és 4 sérült versenyző mérte össze tudását. Ritgasser Attila Pomázról érkezett Dera nevű kutyájával. Nyáron lesz 3 éves, tehát körülbelül 2,5 éve edzünk vele. Gyakorlatilag az első versenyen itt indultam tavaly Gyulán, és most ő egy A1-es kutya. Az eseményen olyan versenyző is volt, aki kutyájával az A3-as kategóriáig jutott. Ez az Agility legmagasabb szintje. Krasznai Ágnes már 19 éve versenyez, Gyulára magyar vizslatípusú szuka kutyájával, Korival érkezett. Minden hétvégén kint vagyunk a kutyaiskolában, szombaton is és vasárnap is. Illetve otthon, hogyha van esetleg valami finomítani való, akkor nyilván, hogy az pluszban még gyakorlunk. De ez az alapja egyébként az Agilitynek, hogy nem csak egy-egy óráról van szó, hanem úgy napi rutin szerűen mindig kell foglalkozni a kutyussal. A Gyulai Kutyás Agility Kutyasportklub elnöke kiemelte, a kupa sorozat 1994-ben indult útjára. Erre a versenyre Japánból, Ausztriából és Magyarország több pontjáról érkeztek sportolók, akik több kategóriában mérhették össze tudásukat. Kutyák mérete szerint 3 kategóriában, maxi, midi és mini kategóriában. A teljesítményosztály alapján pedig kezdő kategória van, A1-es kategória, A2-es kategória és A3-as kategória, és van a sérülteknek a paralegőti kategória. A hétvégén rendezték meg a 14. Peregiliti kupát is. A klub elnöke kiemelte, a sérültek számára létrehozott verseny 2002-ben indult Gyuláról, amelyen évről évre egyre többen vesznek részt. A legközelebbi Peregiliti kupát Spanyolországban rendezik meg augusztusban, ahol több mint 100 sportoló vesz majd részt. Kikapott a Svitelszki BRS-e a Nyíregyháza otthonában a női röplabda bajnokság elődöntőjének 5. mérkőzésén, így Pohl Bogdán együttese a bronzéremért küzdhet tovább. A hétfő esti összecsapást a pirosmezes szabolcsi csapat kezdte jobban, és 25-15-re nyerte az első szettet. A második játszmában szoros küzdelem zajlott a pályán, a csabaiak végül 27-25-tel kiegyenlítettek. A harmadik felvonás után újra a Nyíregyháza került előnybe, miután 25-22-re nyerte ezt a játékrészt. A házigazda a negyedik szedben már nem engedte ki a kezéből a győzelmet, és 3-1-re diadalmaskodott. A Nyíregyháza sorozatban másodszor jut be a bajnoki döntőbe, és a Vasassal játszik majd az aranyéremért. A BRS-e 5 bajnoki cím után ezúttal a harmadik helyet csatázik. Morcsányi Ritáék ellenfele az Újpest lesz. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!